Jó estét kívánok, köszöntök mindenkit! Ez itt az Inverzum live -in már 30. adása, én pedig a műsor házigazdája Domján András vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm azokat a nézőket, akik rendszeres látogatói a műsornak, és azokat is, akik most vannak itt először. Az utóbbiak kedvéért pedig röviden be is mutatkozom, elmondom, mivel foglalkozom, miről szól ez a műsor, és egyáltalán a mai este során számíthatok. Én 2010 óta dolgozom hipnózissal, ez a szakmai képesítésemet, egy kanadai intézettől, az Albertai Hipnózis Képző Intézettől kaptam, illetve <coughs> 7 éven keresztül oktattam az agykontroll módszerét, amit édesapám dr. Domján László hozott el Magyarországra és tett népszerűvé. 2019-ben indítottuk el a szakmai tapasztalataim alapján létrehozott online rendszert, az Inver Inver Inverzum online rendszerét, ami most már Inverzum lélekdoki néven érhető el, majd tavaly decemberben, december elején már elérhetővé vált egy új applikációnk is, az Inverzum Napi Relax, ami pedig a mindennapos meditációban segít. Ezeknek az Inverzum programoknak kapcsán indítottuk el ezeket az élőadásokat, amit nagyjából havi rendszerességgel szoktunk tartani, valami olyan témában, ami kapcsolódik a lelki problémák megoldásához, az elménk működéséhez, vagy bármilyen témához, ami a mindennapunkat valamilyen módon könnyebbé tudja tenni. Általában én tartok valamilyen előadást ezekben a témákban, de előfordul az is, hogy valakivel beszélgetek ezekről a témákról, ha esetleg érdekel, akkor meg tudod a korábbi adásainkat nézni a YouTube csatornánkon, és visszatudod nézni, hogy mik, mik hangoztak el eddig. Előfordul az is, hogy néha egy, egy közös meditációt végzünk el, ilyen is lesz talán az idei évben, még tervezünk mindenféle különböző lehetőségeket, de most a mai este egy előadás lesz, méghozzá egy nagyon különleges előadás lesz, a reinkarnációt hoztam el ma témaként, és végig is megyek gyorsan azon, hogy miről fog szólni a mai adás, miken fogunk végigmenni. Egyrészt szeretnék egy kicsit majd időt szánni arra, hogy elmondjam nektek, hogy egyáltalán miért választottam ezt a témát. Nekem is igazán izgalmas kihívás ez a téma, erről beszélni, erről előadást tartani, de erről majd kicsit később, bővebben. El fogom mesélni egy saját tapasztalatomat, a reinkarnáció kapcsán és saját előző élet ha szabad így fogalmaznom. Majd utána átbeszéljük azt, hogy milyen hozzáállás szükséges, milyen alapjai vannak annak, hogy egyáltalán az ember elkezdjen foglalkozni a reinkarnáció témájával, és mik azok a, mondjuk úgy, hogy mi az a mentalitás, mi az az attitűd, amit fontos elsajátítanunk ahhoz, hogy igazából ezek az élmények, vagy ezek az információk valamilyen módon bele tudjanak illeszkedni a hétköznapi életünkbe, és valamit tudjunk ezzel kezdeni, akár hiszünk benne, akár nem, ezeket fogjuk szépen helyre tenni. El fogok mesélni pár tapasztalatot a munkámból, hiszen a hipnózisnak az egyik érdekessége, hogy az tulajdonképpen az egyik legkézenfekvőbb eszköze annak, hogy a tudatalati elme rejtettebb részeihez is hozzáférjünk, és köztudottan az előző élet téma is a tudatalati elméből tud előjönni, Ezekkel, ezekből is fogok majd mesélni pár történetet. Meg fogjuk vizsgálni azokat a magyarázatokat, amik alátámasztják a reinkarnáció létezését, de természetesen foglalkozunk a cáfolatokkal is, vagyis meg fogjuk vizsgálni mind a két oldalt, pro és kontra, meg fogjuk vizsgálni azt is, hogy milyen ellentáfolatok vannak, mik azok, amik, amik ellentmondásosak ebben a témában, és miért érdemes elgondolkozni a létezéséről, a lehetséges létezéséről, vagy akár arról, hogy mi van, ha az egészet tényleg kitalálta az emberiség. Majd arról is fogunk beszélni, hogy ha, ha a saját élményeidet keresed, ha szeretnéd megtudni, hogy neked milyen előző életeid voltak, amennyiben voltak ilyenek, akkor mit milyen úton érdemesen indulni, mik azok a dolgok, amik, el, amik fontos szempontok lehetnek ezen az úton és azt is meg fogjuk vizsgálni, hogy egyáltalán egy ilyen élménnyel mit lehet kezdeni, és hogyan, hogyan, tudjuk igazán helyre tenni azt, hogyha az embernek van egy ilyen élménye, milyen szempontok fontosak ahhoz, hogy igazából be tudjon épülni az életünkben ennek a következménye, és jó hatással legyen ránk. Végül pedig levonjuk a konklúziót az előadásból, de már most el szeretném mondani, hogy természetesen nem fogjuk tudni egyértelműen bizonyítani azt, hogy létezik-e reinkarnáció, vagy akár a cáfolatát. A, az előadás címe pont arról szól, pont azért is attól adtam a címet az előadásnak, mert az a célom ezzel az előadással, hogy elgondolkoztassuk a hallgatókat, a nézőket arról, hogy egyáltalán egy ilyen témáról hogyan érdemes vélekedni, hogyan lehet megközelíteni, attól függetlenül, hogy mit is hiszünk. És akkor kezdjünk is bele abba, hogy miért is választottam ezt a témát. Az esetek többségében olyan témát szeretek választani, ami sokkal kézzelfoghatóbb, sokkal jobban magyarázható, logikusan következtethető, azok alapján, amiket ténylegesen tudunk az elmeműködéséről. működéséről. A, ilyenek a lelki problémák, megoldásai, a, akár a párkapcsolaton belül, akár a hétköznapi élet más területeiről nézve. De úgy éreztem, hogy, hogy mégiscsak szükség lenne a reinkarnációról is beszélnünk, hiszen nagyon sok embert, akik a meditáció iránt érdeklődnek, előbb vagy utóbb találkoznak azzal a kérdéssel, hogy reinkarnáció, előző életek. Hogyha bármilyen témában olvastál már könyvet, láttál már videókat, akkor valószínűleg nem véletlenül ülsz most te is a képernyő előtt és nézed ezt a műsort. De mégis azt gondolom, hogy ez egy olyan téma, ami azért sok emberben ellentmondásos gondolatokat ébreszt. És hogyha nem tudod, hogy miről beszélek, akkor a legegyszerűbb, hogyha szembeüllek az a hirdetés, amin ezt az eseményt hirdettük, nézd meg a kommenteket. Egészen fantasztikus, hogy szinte felháborodottan tudtak egyesek azt mondani, hogy nem, ez nem létezik, és pont. És a másik oldalról is voltak támogatók, akik teljesen egyértelműen azt mondják, hogy de igen, ez létezik. És pont ez volt az egyik célja annak, hogy egy ilyen megosztó témában is előadást tartsak hogy hát ha tudok adni egy olyan fajta szemszöget, egy olyan fajta látásmódot ehhez, ami a, egy kicsit nyitottabbá tudja tenni az embert abban, hogy tudjon -e ezekről a témákról értelmesen vitatkozni, elgondolkozni, hogy a bejövő információkat tudja valamilyen módon kezelni, és ne zárja ki rögtön első kézből, hogyha valami nem illik bele a hitébe, hanem meg lehet azokat a dolgokat vizsgálni, és ezek alapján eldönthetjük, hogy hova tesszük. Magyarul szeretnék mindenkit egy kicsit kimozdítani a komfortzónájából. Elsősorban persze azokat, akik esetleg úgy vannak most itt a képernyő előtt, hogy nem hisznek a reinkarnációban. Minden esetre én nagyon örülök, hogyha vannak köztünk szkeptikusok, nagyon örülök, hogy a szkeptikusok is itt ülnek a képernyő előtt, és természetesen már most jelzem, hogy kérdéseket is lehet feltenni az esemény során. Az előadás végén lesz arra lehetőségem, hogy az összegyűjtött kérdésekre válaszoljak. Igyekszem majd úgy gazdálkodni az idővel, hogy minél több kérdésre tudjak válaszolni. Ha valami kérdés felmerül benned, nyugodtan írd be kommentként az esemény alá, van egy kis segítségem, gyűjtik nekem a kérdéseket, és a végén ezeket a kérdéseket én öm, igyekszem megválaszolni. Tehát a komfortzónáknak a szélesítéséről is szól egy kicsit ez az előadás, hogy olyan dolgokról beszéljünk, amire valójában nincsen tudományos bizonyíték, és nem tudjuk egyértelműen, minden kétséget kizárólag azt mondani, hogy van, létezik a reinkarnáció, vagy nem létezik a reinkarnáció. Mégis fontosnak érzem, hogy beszéljünk róla, mert ez a téma elő, elő szokott jönni ezekben, az, ezekben a körökben, mint a meditáció, mint az önismeret. Szeretném egy a látószögedet is tágítani azzal, hogy én egy olyan látásmódomat adom át, vagy mesélem el neked, amit én fejlesztettem ki a munkám során, hiszen mivel hipnózissal dolgoztam, személyesen rengeteg emberrel, és nagyon sok helyzet alakult ki hipnózis közben, amikor olyan információ jött elő a kliens elméből, ami nem ebből a korból való volt, ami, ami valószínűleg abba a kategóriába sorolható, hogy előző életi élmény, mégis akár annyira extrémek voltak ezek, hogy nehéz volt ezt racionálisan kezelni, de az egyik legfontosabb alapelve az én munkámnak, a hipnózisnak az volt, hogy azzal foglalkozunk, ami előjön. Ezért bármi is volt az, ami előjött, én egy teljes nyitottsággal álltam az hozzá, és annak azoknak a szituációknak a megoldásában igyekeztem segíteni, ami információként előjött az illető elméjében, mert ezek hozzá kell a megoldást. Meg kell tudnunk tanulni, megbízni egy kicsit, a tudatalatti elménkben, hogy nem véletlenül történnek esetleg a dolgok velünk, nem véletlenül jönnek elő információk, akár képzelt információk, akár valóságot reprezentáló információk. Azért is választottam ezt a témát, mert értelmszerűen sokakat érdekel, viszont meg kell tanulnunk mindkét oldalról, bármelyik oldalában is hiszel, akár hiszel a létezésében, akár nem, meg kell tanulnunk ezekről a témákról úgy vitatkozni, úgy beszélgetni, hogy lehessen nyitott az ember arra is, hogy egyrészt van, aki ebben hisz, és van, aki ebben nem hisz. El kell tanulnunk elfogadni a másiknak a nézőpontját, és minden inkább tudunk egy ilyenfajta nézőpontot alkalmazni az életünkben, annál jobban meg fogjuk tudni ismerni a világot. Minden inkább bezárkózunk, az is egy zárkózott, el, zárkózott, nézőpont, ha azt mondom, hogy márpedig ez csak létezhet, és nincsen az a, nem létezik az a variáció, az a lehetőség, hogy esetleg a reinkarnáció csak a fejünkben létezik, mert ez is leszűkíti a látószögünket. Ezért én arra kérlek most, amikor te ott ülsz a képernyő előtt, hogy tedd magadnak meg azt a szívességet, hogy minél nyitottabban állsz hozzá ez az előadáshoz, minél nyitottabban kezeled azt, hogy létezik-e a reinkarnáció, vagy nem létezik. És akkor most hadd meséljem el egy saját tapasztalatomat. A reinkarnáció fogalmával már nagyon sokszor találkoztam, édesapám révén, az agykontrollos világ révén, de kevéssé foglalkoztatott engem ez a téma. Ám amikor elkezdtem hipnózist tanulni, akkor számítottam rá, hogy előbb-utóbb szembe fog jönni ez, és őszintén megmondom, még nem dölt el a fejemben az, hogy én mit gondolok erről, hogy egyáltalán ezt valósnak képzelem el, vagy, vagy esetleg másképpen Látom, vagy esetleg egy képzelgésnek gondolom az egészet. Nagyjából azokon a kurzusokon, amikor tanultam a hipnózist, nagyjából annak a második hetében, tehát nagyon az elején a, a, ezeknek a kurzusoknak, kiültem a többi hallgató elé, és a tanár engem vitt hipnózisba, pusztán azért, hogy egy hétköznapi, mondjuk úgy, hogy egy gyerekkori traumatikus élményemet oldjuk fel, illetve annak a következményeit. Volt egy óvodáskori élményem, amikor kisgyerekként egy karácsony ünnepén én voltam a karácsonyfa, ami úgy nézett, hogy zöld krepapírba becsavartak, és egy ilyen széttett karokkal kellett kiállnom, volt valami kis mondóka, amit el kellett mondanom a szülők előtt, és értelemszerűen, amikor ezen a karácsony ünnepén betotyogtam a szülők elé, akkor a szülők elkezdtek nevetni. Az a az, ahogy ön, ahogyan ők nevettek, nekem valamiért annyira fájó volt, annyira sokkoló volt kisgyerekként, három-négy éves kisgyerekként, hogy elkezdtem zokogni, kirohantam, édesanyám ölébe ültem, és engem onnan nem lehetett kirobbantani. És ez volt az az élmény, ami, ami utána nagyon sok minden élethelyzetemet meghatározta, és éppen ezért, éppen ezért tettem azt, hogy Megkértem a tanárt, hogy segítsen nekem ennek az élménynek a feldolgozásában. Mikor kiültem a tanár mellé, és belevitt a hipnózis állapotába, felidéztette velem ezt a szituációt, és egy nagyon furcsa dolog történt. Spontán módon, anélkül, hogy bármilyen utasítást kaptam volna erre, megváltozottak, megváltoztak a szülők nevető arcai, akiket magam előtt láttam az emlékemben, és ronda utcai csőcseléknek tűntek, akik ö, csúnya fogakkal, csúnya arcbőrrel, kajánul nevettek valamint. Nagyon megdöbbentem, mert kicsit zavarba is voltam, ugye mások előtt ültem, most itt valami hülyeséget fogok mondani, de valahogy úgy éreztem, hogy az a, az a legjobb, ha azt teszem, hogy elmondom, amit én most ebben a pillanatban érzékelek. És elkezdtem mondani, amit látok, és onnantól kezdve, hogy szabadjára engedtem, a, leengedtem a, azt a gátlást, hogy esetleg mit fognak rólam gondolni a többiek, hogy hülyeségeket beszélek, onnantól kezdve, mintha egy filmet néztem volna. Egymás után jöttek az események, egymás után jöttek a kérdések a, attól az embertől, aki engem vezetett ebben a hipnózisban. 17. századot, bocsánat, 18. századot állapítottam meg időpontként. Angliában véltem látni magamat, ahol utcagyerekként voltam, és éppen egy piac téren egy ládával, szétgurult a, a láda tartalma, és a piac népe nevetett rajtam. Ez volt az a jelenet, ami elindította ezt az élményt, amit mind a mai napig erős emlékként élek meg, és innentől, ahogy jöttek egymás után a képek, meg tudtam mondani egy nevet, hogy hívtak engem akkor. És ebben a, mint egy élettörténetben, mint egy mozifilmben tudtam előre-hátra menni, majd egy elég sanyarú életet láttam, aminek a végén viszonylag fiatalon, valamilyen tüdőbetegségben haltam meg, egész életemben koldus voltam, börtönbe kerültem, voltak ilyen-olyan kellemetlen események az életemben. És egy nagyon különös érzéssel zárult ez a, az élet a halál pillanatával. Az volt az érzésem, hogy, hogy valamiért ez, ez egy, ez egy kidobott élet volt, mintha nem lett volna értelme az egésznek. És ekkor született meg bennem egy gondolat, hogy a következő életemet valahogy úgy szeretném élni, mintha hogy annak legyen valami értelme. Ekkor látni véltem magamat megszületni egy másik helyzetben, egy másik családnál, egy jó módunk, szintén Angliában láttam egy jó módú családnál megszületni magamat, ahol tudtam, hogy jó helyen vagyok, mert van lehetőségem arra, hogy orvos legyek. Ezeket az érzéseket éltem meg, majd jött az első világháború, ahol orvosként elég kemény dolgom lett, és ott is egy megkeseredett módon ért véget az életem. Majd ezek után látni véltem, ahogy ebbe az életembe érkeztem meg, és akkor értettem meg, akkor esett le valamilyen gondolat a fejemben, hogy itt ebben az életemben talán hasznos lehetek, hiszen látom azt, hogy jó helyre születek, hogy van lehetőségem arra, hogy tanuljak, hogy van lehetőségem arra, hogy valami olyasmit csináljak, amivel esetleg másoknak is segítek, és így indultam el ezen a pályán. Amikor véget ért ez a hipnózis, kinyitottam a szememet, és ott ült velem szemben jó pár akik kikerekedett szemekkel néztek rám, hiszen addig a pontig egyáltalán nem esett szó a reinkarnációról. És én is éreztem a feszültséget, és a tanár kérte őket, hogy kérdezzenek tőlem. Ez az első kérdés így szólt: András, ez igaz volt? Nagyon különös élmény volt ez a kérdés, mert addig a pillanatig, amíg nem nyitottam ki a szememet, nem fért hozzá kétség a fejemben hogy ez egy valós történetek voltak, amiket én megéltem. Annyira kézzelfogható volt, annyira átéltem az érzelmeket. Még most is van egy, egy, egy olyan érzés, ha visszagondolok rá, ami egy, érzem benne ezt a, azt a feszültséget, mint hogyha ez tényleg megtörtént volna az életemben. De ahogy ezt a kérdést feltették nekem, tudtam, hogy nem tudom egyetlen egy szóval megválaszolni. De mégis, mégis azt válaszoltam, nem tudom. Mert ez az igazság, hogy bármi is jött elő a fejemből, bármi is történt abban a helyzetben, bármilyennek is éreztem azt. Tudni nem tudhatom, hogy az, amit láttam, az valós volt-e vagy sem. Ezért is akartam nektek kezdésként elmesélni ezt a történetet. Mert szeretném, hogy egy picit gondoljatok abba bele, hogy ami előjön az elmédben, ami előjön a fejedben, az nem feltétlen úgy történik, hogy az az ember készpénznek tudja venni, hiszen vannak emlékeink, vannak információk, amik az elménkre hatással vannak, van egy csomó minden gondolat, ami kavarog a fejünkben, és ezek összemosódhatnak. Mégis valahogyan ezek között válogatnunk kell. Éppen ezért az igazság tartalma az, ami egy ilyen élménynek talán a legkevésbé fontosabb. Ami sokkal fontosabb ennél az az, hogy te mit kezdesz ezzel az információval. Ugyanis én abban a pillanatban azt mondtam a többieknek, hogy ezt nem tudom, hogy igaz volt-e vagy sem, amit láttam. De az, ami következtetés levonódott bennem, abból, amit láttam, az egy, egy olyan elhivatottságot adott, ami később a munkámban meghatározó volt. Egy elhivatottságot abban, hogy szeretnék segíteni embereknek ezeket az eszközöket, megtanulom, ezekkel az eszközökkel igyekszem támogatni az embereket, és ez, ez volt a lényeg az egésznek. Az olyan, mint amikor az ember megnéz egy filmet, megnéz egy, egy olyan filmet, ami hatással van rád. Legyen szó bármilyen, ami katarzis élményt ad. Ha katarzis élményt okoz, amit láttál, akkor tulajdonképpen mondhatni az, hogy teljesen mindegy, hogy egy dokumentumfilmet néztél végig, vagy egy fikciót. Ha kijöttél a moziból, és amiatt a film miatt megváltoztattad az életedet, megváltoztattad azt, ahogy a másokkal beszélsz, ahogy a saját életedben, bizonyos dolgoktól eddig féltél, de most már nem félsz tőle, akkor volt értelme megnézni azt a filmet. És tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ez az egyik leglényegesebb tényezője a, az előző életek kérdésének. Hogyha nyitottá válsz arra, hogy a fejeden keresztül, az elméden keresztül bejöhetnek információk, amikről nem tudod megállapítani majd, hogy valósak-e vagy sem, de mégis érdemes őket megnézni, akkor azt gondolom, hogy készen állsz arra, hogy értelmes beszélgetésben részt vegyél a reinkarnációról, elgondolkozz rajta, hogy akár saját élmény is meg tudjál vizsgálni. És akkor nézzük is meg, hogy mik lennének azok az alapok, amiket, amiket, az, amiket ebben a helyzetben érdemes, <coughs> érdemes meg, megvizsgálni. Az, hogy milyen alapjai, alapgondolatokat érdemes megnézni, ami már eddig is elhangzott, abból már te is le tudtad vonni a saját következtetéseket. Az a lényeg, hogy egy feltételezésből indulj ki. Magyarul, ha például bármilyen kliensem, akinek volt előző életélménye, előjött valami információ az elmében, az első dolog, amit megkérdezett, amikor kinyitotta a szemét, az az, hogy ez igaz volt? És erre ismét ugyanazt tudtam válaszolni, mint annak idején a kollégáimnak. Nem tudom. Majd azt mondtam neki, és ez volt a legtöbb, amit ilyenkor lehetett tenni, lehetett mondani, hogy tegyük fel, hogy igaz volt ez. Ha ez a történet igaz volt, ha ez az életednek volt része, valamilyen másik korban, másik helyzetben, akkor mit kezdesz vele? Akkor hogyan változtatod meg az életedet? Ki tudsz indulni egy feltételezésből, abból a feltételezésből, tegyük fel, hogy létezik a reinkarnáció. Mit, mi változtat, mit változtat ez az életeden? Máshogy for fordulsz esetleg a halálhoz? Könnyebben tudod elfogadni azt mondjuk, hogy a szeretteid elmúlnak, hogy neked is véget fog érni egyszer ez az életed, mert lehet, hogy jön majd egy másik történet. Lehet, hogy megkönnyíti az életedet, de az is lehet, hogy éppen elterülj a figyelmedet a lényegről, és ez is egy nagyon fontos szempont. Mert a lényeg az az, ami most történik, a mostani életed. Éppen ezért fontos, hogy az ilyen jellegű információk hozzáadjanak ahhoz, hogy a mostani életed teljesebb legyen, boldogabb legyen, és ne elvegyenek belőle. Tehát nagyon fontos megvizsgálni azt, hogy mire használod fel az információt. Mert hogyha tudományosan szeretnéd megvizsgálni a reinkarnáció létezését, vagy éppen nem létezését, akkor már eleve nagyon komoly problémákba futunk, hiszen olyan dolgokat kellene tudnunk definiálni, amit a tudomány mai állása nem tud hová tenni. Például, hogy mi az a lélek. Hiszen ha a lélek vándorlásról van szó, akkor valahogy meg kellene tudnunk azt is fogalmazni, hogy mely az a részünk, ami ebből, amit most fizikai testként megélek, vagy ami az elmémben megvan, ebből tovább tud menni, és bele tud költözni egy másik fizikai formába, legyen szó bármiről és bármilyen korról. De hogyha nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi ez a lélek, nem tudjuk igazából bemérni, nem tudjuk azt mondani, hogy ez most konkrétan, hogy hol van, hol helyezkedik el, ezek mágneses hullámok, vagy, vagy mint egy számítógépes program adatinformáció valami a, valahogyan terjed a, a térben. Ezeket annyira nem tudjuk, annyira nem tudunk ezekkel még mit kezdeni, hogy innentől kezdve tulajdonképpen a vita az partalan, mert ahogy azt a, a nem értés nem jelenti azt, hogy nem létezik valami, az, az sem jelenti, hogy vannak ilyen élményeink, hogy már pedig léteznek ilyen dolgok. Bármi is a hited, bármi is az, amiben te gondolkodsz, fontos, hogy tisztában legyél azzal, hogy a reinkarnáció az egy feltételezés. És mint feltételezés érdemes vele foglalkozni. Fontos, fontos azt is megvá megválaszolni, vagy legalábbis megvizsgálni, létezik-e a karma. Ugye az előző életek kapcsán az egyik leggyakrabban előjövő fogalom a karma, a karmikus sors. Amikor valamilyen korábbi életből fakadó, akár hibából következően, vagy, vagy vagy mondjuk úgy, hogy egy, egy olyan élet következményeképp a jelen életed esetleg egy keserűbb élet lesz, vagy éppen fordítva. Ezek is olyan dolgok, amit ugye a keleti filozófiákból eléggé mondjuk úgy, hogy közismert ebben a témában. És a... A karmával a kapcsolatban azt gondolom, hogy érdemes megvizsgálni azt, hogy megint csak, hogy mire használod fel. Tegyük fel, hogy létezik a karma. De ha létezik a karma, akkor én azt gondolom, hogy az lenne a lényege a karmikus sorsnak, hogy az ember levonja a következtetéseket a korábbi életeiből, és azokon változtasson. Azokon a tévedésein esetleg valamilyen módon a jelen életében javítson, és mondjuk -e valamiféle fejlődést okozzon. És itt jön be egy olyan kérdés ebbe az egész helyzetben, amiről szerintem érdemes beszélni, hogy a fejlődés lehet -e esetleg cél? Mert ha a fejlődést vizsgáljuk meg, például a saját fejlődésedet, akkor a reinkarnáció nekem például egy olyan gondolat volt, ami beleillett abba az elképzelésbe, hogy ugye nem tudom megtanulni azt, hogy milyen, milyen mondjuk hatalmat birtokolni, és mondjuk királyi pozícióban lenni. És milyen az, hogyha teljesen szegény vagyok, és mondjuk nincsen semmiféle emberi hatalmam, hogyha ezt a két történetet egy életben megtanulni, nagyon nehéz lenne, és hogyha mondjuk valamiféle fejlődés, egy lelki fejlődés, ha úgy tetszik a cél, ezt sem tudjuk természetesen, de tegyük fel, hogy mondjuk ez a cél, akkor a reinkarnáció szépen beleillik ebbe a történetbe. Ez is mint persze feltételezés. Amit viszont nagyon fontos, hogy tudjál magadról, hogy a telméd te is pontosan ugyanúgy működik, mint az én elmém abból a szempontból, hogy az elme mindig igyekszik a saját hitünkhöz igazítani azokat az információkat, amik körülvesznek. Vagyis azokat fogod észrevenni a téged körülvevő információkból, amik alátámasztják a hitedet, és általában nehezebben veszi észre az ember azt, hogyha cáfolatokkal találkozik, mert az a saját hitében megingathatja éppen ezért szeretném azt tanítani és ebben a, mondjuk úgy, vagy átadni ebben az előadásban, hogy egy nyitottabb látószöggel forduljál ez a témához, mert minél nyitottabb vagy, és minél inkább elfogadod mindkét oldal lehetséges létezését, annál könnyebben tudod reálisabban kezelni azokat az információkat, amik érnek. Az is egy nagyon fontos alapgondolat, hogy de hát, ha voltak előző életeink, akkor miért nem emlékszünk rájuk? és megint csak egy érdekes gondolat, józan paraszti észre, hogyha belegondolsz. Az esetek nagy többségében, a nagy számok törvényesnek megfelelően, ha volt előző életed, és akár sok előző életed volt, akkor nagy valószínűséggel ezek közül az előző életek közül sok olyannak is kellett lennie, ami komoly szenvedés lehetett, amiben Na, Isten, sorozatgyilkos voltál, ne Isten, olyan dolgokat csináltál, amiket most a mostani értékrendeddel, a társadalmi pozícióddal el se tudnál képzelni, nem tudnál hova helyezni. De volt olyan kor, amikor mondjuk ez egy egészen más, szemszög, más szemszögből élhetted volna meg ezt. Hogyha minden előző életedre képzeld el, hogy emlékeznél, és ezek az emlékek úgy élnének benned, mintha te saját történeted lennének, akkor egy pillanatra csak hasonlítsd össze azzal, hogy milyen akár csak egy életetnek a terhét cipelned a váladon, a mostani életednek a terhét. Milyen nehéz tud lenni, milyen fájdalmas tud lenni néha. Gondolj bele, hogy milyen lenne, ha az összes eddig életedre emlékeznél, valószínűleg az igazán megterhelő lenne, és nem biztos, hogy ez segíteni a fejlődésünket, lehet, hogy ez éppen ártalmas lenne. És hát ez ebből a szempontból is érdemes megvizsgálni az egónkat, mert ugye az ego az egy olyan tényező, ami sokszor megkavarja az elménket. Ugyanis ha az ego, mondjuk a mostani egód, vagyis az, hogy te tudod, hogy te most ki vagy, jó esetben tegyük fel, hogy tudod. Ha te most tudod, hogy nagyjából ki vagy, és ehhez hozzá kellene adni sok más szerepkört, amiben esetleg valaha lehettél volna, akkor ez megint csak az egód, egódat tudná táplálni. Például, hogy te voltál nagy Sándor előző életedben, vagy olyan kaliberű személyiség, aki valami nagyot tett az emberiségért. De ez nem jelenti az, azt, hogy te a mostani életedben esetleg külön vagy bárki másnál. És ez is egy nagyon fontos tényező, ami szerintem, amit szerintem fontos tisztázni, hogy attól még te, hogy te esetleg, mondjuk tegyük fel, hogy bizonyítottam, kiderül, hogy neked valamilyen fontos szereped volt egy korábbi életedben, az nem jelenti azt, hogy a mostani életedben te más vagy. Te a mostani életedben is az a férj, az a feleség vagy, aki a családjával van, aki ezt a munkát végzi, aki itt él, mondjuk Magyarországon, és teszi a dolgát, stb. Tehát ezen nem változtatnak ezek a dolgok, ezeket fontos tisztázni, mielőtt még bárhova is tovább megyünk. És akkor mesélek pár olyan dolgot, ami érdekes, Saját tapasztalatom a munkámból, hozzá, hozzám forduló kliensek tapasztalatai. Az egyik például egy, egy fiatal, nagyjából nálam ta, talán pár, pár évvel fiatalabb férfi volt, aki eljött hozzám, aki nagyon furcsa dologgal keresett meg, méghozzá azzal, hogy ő, neki antiszemita érzései vannak, annak ellenére, hogy tudja, hogy ez baromi nagy hülyeség, és, és egyáltalán nem is érti, hogy ez hogy lehet, de mégis nagyon furcsa érzések járják át ebben a témában, és ezzel szeretne foglalkozni. A hipnózisban, ahogy szinte, ahogy belekerült a hipnózisba, szinte azonnal előjött egy második világháborús helyzet, ahol ő náci tisztként a Németország, Német Birodalom katonájaként tevékenykedett, és bizony szörnyűségeket elkövetett, de teljes hittel tette ezt. A háborús helyzetben eljutott oda a jelenet, hogy körülvették őt a szövetségesek, és azért, hogy ne kerüljön fogságba, végül a saját életének maga vetett véget. Ez egy nagyon érdekes élmény volt mindkettőnk számára. Elsősorban azért, mert ő maga sem tudta eldönteni, hogy ez valós volt-e vagy sem, de valósnak érzékelte, és ezek után valahogy mégis a fejében helyre tudott kerülni, hogy ennek az életnek már vége. Innentől kezdve már nincs értelme annak a gondolkodásmódnak, ami arra az életére sajnos jellemző volt. Onnantól kezdve az elmében külön tudott választódni a múlt és a jelen, és ez lenne az egyik lényeges következménye egy ilyen élménynek, hogy a hatása pozitív hatást legyen a jelen életünkre. Nagyon sok esetben fordul elő az is, Bocsánat, visszatérve még egy gondolatra ehhez, azt is fontos látni, hogy nem tudjuk, hogy ennek az illetőnek tényleg volt-e ilyen élménye. Nem tudtuk visszakeresni mondjuk azt a nevet esetleg valamiféle dokumentumban, hogy létezett-e ilyen személy. De az is előfordulhat, hogy gyerekkorában sok második világháborús filmet nézett, és ezek a képek voltak rá valamilyen módon hatással. Lehet, hogy valami belső feszültségét terelte ebbe az irányba az elméje, és az is lehet, hogy minden, amit látott az elméjében, azok egy, mondjuk úgy, hogy egy szimbolikus történet volt, amit a tudatalatti állam adott annak érdekében, hogy tudjon fejlődni és véget tudjon vetni ennek a, ennek a fura gondolatmenetnek a fejében, és ez ilyen hatással lett rá. Ö és Itt is egy nagyon fontos tényező, egyébként például egy nagyon érdekes tapasztalat volt ez még, amikor tanultuk annak idején hipnózis során, már ténylegesen az előző életek témájával is foglalkoztunk, egymással is dolgozva. Az egyik hallgatónak például feljött egy olyan történet, amiről ő nem tudott egy oroszországi, egy oroszországi színházban egy színházi előadás során leégett a színház, és ő is ott halt meg ebben a színházban, elmondta a korszakot, és ezt viszont vissza lehetett keresni, hogy tényleg volt abban az időszakban, azon a helyen egy olyan, egy olyan színház, ami leégett és amiben sokan meghaltak. Ez egy nagyon érdekes helyzet volt, mert azt gondolná az ember, hogy ez bizonyítékú szolgál, de azt gondolom, hogy ezt ez, is fontos tisztázni, majd amikor eljutunk a cáfolatokhoz, hogy azért ezt is meg lehet így vagy úgy de cáfolni, és nem biztos, hogy ez is egy valós információ volt, az is lehet, hogy mondjuk úgy, hogy máshonnan kapta ezt az információt. Az is gyakran előfordult, hogy valamiféle indokolatlan szorongás vezetett vissza előző életbe, ami például egy indokolatlan félelem attól volt olyan anya, aki indokolatlanul féltette túlzottan a gyermekét. És előfordult, hogy egy ilyen kereséskor nem a jelen élet történetébe cseppentünk bele, hanem egy másik kor történetébe, ahol azt látta a hölgy, hogy középkorban valamilyen módon nem tudta megvédeni a gyermekét, és katonák elvették tőle a gyermeket, ami nagyon mélyen, érzelmileg is nagyon mélyen érintette, még a hipnózisban is, ahogy ezt visszanézte. Ennek a feloldása után már sokkal könnyebben tudta elengedni a gyermekét a jelen életében, és sokkal könnyebben tudott neki teret engedni ahhoz, hogy Felnőtté váljon. Sokszor fordult elő az is, hogy megmagyarázhatatlannak tűnő kapcsolati összefonódásokat tapasztal az ember az életében, hogy vannak bizonyos személyek, akik, akikkel a kötődés mondjuk úgy, hogy más érzetű. És volt olyan, -e, amikor kliensem kifejezetten azt szerette volna megtudni, hogy egyébként egy boldog házasságban él, de megismerkedett valakivel, akivel egy iszonyatosan szoros kötődés alakult ki, és emiatt felmerült az, hogy esetleg véget vessen a házasságának, és ezt a kapcsolatot szerette volna megvizsgálni, amiről a hipnózis során úgy látta, hogy már voltak korábbi közös életei ezzel az illetővel, és lezáratlan ügyek maradtak abból az, abból az életekből, és ezért érzett egy, a jelen életben valamiféle vonzódást, erősebb vonzódást az illető felé. Ezek azért érdekesek, mert akár valós, akár elképzelt az a jelenet, ami a fejben lezajlik. Ne Ezek nem direkt elképzelő dolgok, de valamiért így jelenik meg az ember fejében. Akár így van, akár úgy, annak a következménye, hogy ezeket a dolgokat valamilyen módon tudja az ember rendezni a fejében, tud az lenni, hogy innentől kezdve változtatni tud a magánéletében. És az egyik szintén nagyon érdekes helyzet, amiben belekerültem még pályám elején viszonylag, felkeresett engem az egyik kereskedelmi tévécsatorna, hogy szeretnének elhozni hozzám egy, egy celebet, aki valamilyen módon részt venne egy hipnózisban, nem tudtam pontosan, hogy miről lesz szó, ott derült ki, hogy tulajdonképpen az lenne a feladat, hogy vigyem őt vissza egy előző életébe. És hát valószínűleg egy glamúros ilyen tündérmesét szeretek volna az egészből faragni, ám az egyik, az egyik ilyen történet, ami előjött, az pont egy olyan helyzet volt, ami az illetőnek, egy nagyon kellemetlen előző élete volt, amelyben bennégette egy lovardában. És, és fájdalmas volt, érzelmekkel volt teli ez, a, ez az élmény, és ezt kellett végül a, a kereskedelmi tévének megoldani, hogy valamilyen módon egy kicsit ilyen e, szebb csomagolásba tudják tálalni. E, és ezt azért is mondom el, mert nagyon sok esetben az embernek az az elképzelése, hogy biztos majd valami nagyon izgalmas dolog történt velem, biztos valami, nagyon csodálatos életem volt előző életemben, és ahogy mondtam korábban, azért előfordulhat, hogy az esetek többségében inkább keserű élet volt, és fájdalmas dolgokat éltél meg. Volt olyan kliensem, aki például azt látta viszont, hogy éppen a halála pillanatában állatok tépik szét egy erdőben. Ez természetesen nem úgy éli meg ilyenkor az ember, mint hogyha ténylegesen akkor ott történne vele, de azért ennek kellemetlen részét is érzékeli, látja, tapasztalja, és ebből kifolyólag ezek nem feltétlenül kellemes élményeknek kell lenniük. És akkor menjünk is egy picit tovább, nézzük meg, hogy mik azok az érvek, amik mondjuk mellette szólnak a, a, a reinkarnációi igazolásaként. Az egyik dolog, amit szerintem érdemes meggondolni, vagy belegondolni, hogy a természet működése és egyfajta körforgással működik, az egyik kommentelő is erre hívta fel a figyelmet, hogy ez egy teljesen természetes dolog, hogy körforgás van, újjáéledés van, hogyha a természetet megvizsgálod, amiben élünk, és aminek mi magunk is részesei vagyunk, ott is van egy ilyen ciklikusság, amiben újra, újra éled a természet, mondjuk egy tél után, amikor, amikor a tél teljesen, majdhogy majd, hogy nem megöli a növényeket, aztán azok újra, nő, újra kizöldülnek. Természetesen itt egy picit másról van szó, de, de hogyha egy picit ebből a szempontból meggondolja az ember, akkor, ez az egyik olyan érv, amit sokan felszoktak hozni a, a a, a reinkarnáció létezését, hogy tulajdonképpen ez a fajta ciklikusság nekünk is, a mi életünkben is természetesnek kellene lennie, ahogy létezik. Természetesen ez, ez az egyik mondjuk elmélet, ami ezzel kapcsolatban köztudottan kering ezzel kapcsolatban. Az is egy alátámasztás szokott lenni, hogy nagyon összecsengenek a tapasztalatok, az előző élet tapasztalatok, a halál, a, a, az, ahogyan, ahogyan az egyik életből belekerünk egy másikba. Ugye ezen a téren dr. Michael Newtonnak van, van több kötetes könyve, ami arról szól, hogy sok emberrel végzett hipnózis kifejezetten az előző életekkel kapcsolatban, előző életek felderítésével kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, hogy a két élet között mi történik, vagyis mi mondjuk, hogy a lélek célja hová kerül, mi történik vele. Ha érdekel a téma, akkor nyugodtan nézzél utána. Itt szeretném azt is elmondani, hogy ő azért is érdeklődött a téma iránt, mert ahogy spontán módon került vele ezekbe a helyzetekbe, észrevette, hogy nagyon egyeznek azok a dolgok, amik egymástól teljesen független emberek mesélnek el, és ezeket kezdte el összegyűjteni. Majd erre még vissza fogok térni minden esetre, ez is az egyik érv amellett, hogy valószínűleg akkor létezhet, hiszen ha mindenki így látja, akiknek ilyen tapasztalata van, ezek hasonlóak, akkor ezekre lehet támaszkodni. <tosz> Azt is, az, is egy érv, az is egy érv szokott lenni, hogy az élményeknek a következménye, hogyha hatással van a jelen életemre, akkor értelemszerűen szerűen ennek valóságosnak kellett lennie. De ez az, a, amire mondtam, hogy azért gondoljunk abba bele, hogy egy, egy katartikus film, egy, egy könyv története is tud olyan hatással lenni ránk, ami megváltoztatja az életünket. Minden esetre, akinek volt előző életélménye, aki ilyet tapasztalt, az esetek többségében. Annak ellenére, hogy a tudatos elme azért ilyenkor vitatkozik önmagával, annak ellenére az élményt megírő személye általában ő magában úgy szokta ezt elkönyvelni, hogy ő valóságosnak élte meg, ezért ő úgy gondolja, hogy ez egy létező, egy valós dolog volt. És vannak a közvetett bizonyítékok. Ha akár csak a Youtube-on rákeresel, akkor találsz biztosan teljesen történetet, ahol egy kisfiú, egy három éves kisfiú a szíriai határ közeléből a Golán felsíkról, emlékezni vélt arra, hogy őt egy, az előző életében megölték. Ami elő szokott fordulni, sokszor hallani ilyen történetetek, kisgyerekek olyan dologról számolnak be, ami nem illik bele a jelen életbe, és ezeket sokszor úgy identifikálják, hogy ez bizony valamilyen korábbi emlékek jönnek elő, ami még valahogy még ott él az elmében. Ezek megint csak kétesek, hogy ezekre lehet támaszkodni, vagy sem. Igen, ám csak ez esetben a fiú megtudta mondani, hogy melyik az a falu, ahol őt megölték, és végül a szülők utána mentek a kérdésnek, és megtalálták a falut, megtalálták végül azt a helyet, ez után már természetesen nagyobb hír lett a történetnek, megtalálták a helyet, ahol azt mondta, hogy őt elásták, és ott valóban találtak egy csontvázat elásva. Azt is elmondta, hogy eh, hogyan ölték meg, és hogy ki volt a gyilkosa, aki még élt ebben az életben, és Szembesítették a gyilkost, aki már idős emberként végül bevallotta, hogy tényleg ez történt, tényleg elkövette ezt a gyilkosságot. Nagyon sok ilyen történetről lehet hallani, és tulajdonképpen itt jönnek azok a pontok, amikről szintén fontos beszélni, hogy mik szólnak ellene. Tehát, hogy mi, mi az, ami ellene szól annak, hogy esetleg létezik ez. Pontosan ez az egyik helyzet, amire fontos felhívni a figyelmet, hogy ezeknek a történeteknek a hitelességét gyakorlatilag lehetetlen visszakeresni. És hogyha még sikerül is visszakeresni, még akkor is fennáll a lehetőség, hogy mi van akkor, hogyha nem a saját életem történetével találkoztam, hanem mi van akkor, hogyha valahogyan mondjuk tegyük fel, hogy létezik egy másik olyan fogalom, amit mondjuk a amit kevésbé szoktak elhinni az emberek, de ez is egy lehet, lehetséges magyarázat, amit kollektív tudatnak nevezünk, hogy mondjuk ellazult állapotban hozzáférünk egy olyan információ tudáshoz, ami más emberek életének a története is benne van, és ezeket éljük meg úgy, mintha a sajátunk lenne. Ez is lehetséges válasz, ezt sem lehet kizárni, és ezek, ezek a történetek erre is felhívják a figyelmet, hogy azért érdemes nyitottan állni hozzá, akár pro, akár kontra. Szintén fontos ellenmondás és cáfolatnak tűnhet, hogy a reinkarnáció témájában, hogy nincsen rá tudományos bizonyíték. De ez megint csak egy olyan tényező, amin érdemes elgondolkozni, hogy lehet, hogy nem állunk még, nem áll rendelkezésünkre olyan fajta műszer, amivel bizonyos a valóságunknak bizonyos részeit tudjuk mérni. A, most már a mai világban teljesen hétköznapi a rádió hullámok ismerete, nem látjuk, de már mérni tudjuk, ezért tudjuk őket valahova tenni. De amíg nem tudtuk mérni, addig ez, ez teljes őrületnek tűnhetett volna, hogy mondjuk két eszközzel egymással lehet kommunikálni egymástól elképesztő távolságokra is. Ma már ez az életünk teljesen hétköznapi része, de a, a tudománynak utol kellett érnie önmagát ahhoz, hogy mi ezt meg tudjuk érteni. És valószínűleg az életünknek még van nagyon sok olyan területe, amit tudományosan nem tudunk teljes mértékben vizsgálni, ezért is a tudomány álláspontja gyakorlatilag az, hogy ez nem létezik, mert hogy gyakorlatilag nem tudjuk mérni, és innentől kezdve ez nehéz, nehéz, vagyis inkább lehetetlen ezt bizonyítani. Viszont erre szeretném felírni a figyelmet, hogy ahogy azt sem tudjuk bizonyítani, hogy van, azt sem tudjuk bizonyítani, hogy nincs. Ugyanannyi az esély mind a kettőre, ha szabad így mondani, mind a kettőre megvan a lehetőség. Remélem, hogy egyszer lesznek ezekre is tudományos eszközök, hogy ezeket tudjuk jobban vizsgálni. Azt is fontos megvizsgálni, hogy vannak azért a tapasztalatokban is bőven eltérések, amit megint csak lehet magyarázni sokféleképpen, de nekem is nagyon sok kliensem volt, aki nagyon másképpen élte meg az elmúlás, nagyon más volt a következtetés, amit levont, de ebben is lehetünk különbözőek, nem biztos, hogy pontosan ugyanazoknak kell történnie, ez nem biztos, hogy cáfol, és az sem biztos, hogy magyaráz az egyezés a reinkarnációt. Majd, hogyha ebben kicsit tovább szeretnénk menni, és szeretnéd leginkább te eldönteni, el tudni dönteni azt, hogy ennek van-e létjogosultsága, akkor értelemszerűen elindulhat az ember abba az irányba, hogy a saját életeim, kezdjen, életeiben kezdjen kutakodni, és ebben is van pár olyan dolog, amire fontos felírni a figyelmet. Ugye, ahhoz, hogy, hogy egy olyan történetet be tudjál fogadni az életedbe, aminek a jelen életeddel nincsen szoros kapcsolata, és egy más realitást feltételez, ahhoz tulajdonképpen valamilyen más tudatállapotba kell kerülni. Ennek az egyik lehetséges eszköze a hipnózis, vagy egy mély meditáció is lehet egyébként. Sőt, sok ember álmában álmodik olyat, amiben előző élet, amit előző életként azonosít később be, mert annyira magáinak érzi a történetet. Vannak, akik arról számolnak be, hogy akár a rémálmok is olyan valóságosak, mint hogyha az korábbi inkarnációból maradt emlék lenne. Minden esetre erre a módosult tudatállapotra azért van szükség, mert a tudatos elme nem tudja összeegyeztetni a fizikai valósággal azt, amilyen távoli. Egyszerűen nem tud vele mit kezdeni, és ezért folyamatosan az, az jár az ember fejébe ilyenkor, hogy ez hülyeség. Megjegyzem, hipnózisban is bőven van, amikor az embernek eszébe jut, hogy ez biztos hülyeség, de ez az, amit mondtam a saját tapasztalatból is, hogy ahogy át tudod lépni ezt a határt, onnantól kezdve egy nyitottabbá válik a tudatalattián, és elő tudnak jönni ezek az információk. És ez is a következő fontos szempont, a nyitottság. Nyitottnak kell lenned arra, hogyha el akarsz indulni egy ilyen irányba, hogy neked mik neked bármi előjöhet, hogy lehet, hogy valami tündérmesét képzelnél el, de ezek nem feltétlenül tündérmesék. És azért anélkül, hogy valamiféle konkrét elvárásod lenne, hogy ha biztos én voltam Kleopátra, vagy én voltam valami fáraó, stb. stb. Ugye nagyon sokan szoktak ezzel viccelődni, hogy rengeteg Napóleon van itt közöttünk, valami ebben a sztoriban nyilván nem stimmel, és ebben némi igazság, az ember fantáziája az mindig hozzá tud adni. De nem kell, hogy hozzáadjon, és nagyon sokszor tapasztaltam azt a klienseknél, hogy egészen egyszerűen, ha valami olyan információ, amit elvártak, az semmiképpen nem jött elő, valami egészen más jött elő, akár ez életből, akár egy másik időből, vagy, egy, vagy akár a képzeletvilágából, ezt nem tudjuk ugye megmondani, de a lényeg, hogy nyitott legyél arra, hogy bármi előjöhet, minél kevesebb elvárásod van azzal a kapcsolatban, hogy mi történhet, hogy mi jöhet elő, annál inkább kíváncsi vagy, és annál inkább engeded a tudatalatti elmének azt, hogy előjöjjön az információ, ami akár egy ilyen távoli információ is lehet. És itt fontos azt is megjegyezni, hogy, hogy az a, általában az a legjobb eszköze annak, hogy előjöjjön ilyen, akár ilyen távoli információ is hogyha van oka annak, hogy előjöjjön. Minél inkább van oka, vagyis van valami, amire megoldást keresel, annál inkább a tudatalatti elme könnyebben működik. Nekem ez volt a szakmai tapasztalatom mind a mai napig, hogyha van célja annak, hogy egy nehezen előhozható információ előjöjjön, akkor ezt elő fogja hozni. Bármikor az ember ilyen helyzetbe kerül, hipnózisban ugye az is egy fontos tényező, hogy min a, az irányító személy minél kevésbé befolyásolja azt, hogy milyen elő. Mert lehet befolyásolni ilyenkor a gondolatokat, de az természetesen tévútra vinne valószínűleg. Ezért minden inkább nyitottan kell hagyni a tudatalatti elmét, hogyha valami célom van, akkor pedig a tudatalatti elme is jobban annak a célnak az érdekébe tud működni, és ennek megfelelően tudja előhozni a, akár a távoli emlékeket is. Érdemes ha szeretnél ilyen dolgokat, dolgokkal foglalkozni, akkor érdemes meditációt gyakorolnod, mert a meditáció gyakorlásával tudsz egyre inkább szorosabb kapcsolatot ápolni, ha szabad így fogalmazni a tudatalatti elméddel, vagyis egyre könnyebben tudsz elképzelni dolgokat, egyre könnyebben tudsz kérdéseket feltenni magannak, egyre könnyebben tudsz válaszolni magadnak. Én természetesen tudom neked javasolni azt akár, hogy az a meditáció gyakorlására használd mondjuk a napi relax mobil applikációt, amiről meséltem korábban. Ha szeretnél erről többet meg tudni, akkor a napi oldalon meg fogod tudni ezt nézni. Minden esetre, ha rendszeresen re re relaxálsz, meditálsz, akkor mindenképpen sokkal könnyebben tudsz hozzájutni ahhoz ha az elméd azon részéhez, ami esetleg odáig elzárva volt előtted. És akkor azt, arról is beszéljünk még hogy hogyan lehet kezelni ezeket az élményeket. Az élmények kezelésében fontos látni azt, hogy amikor előző élet élménye van az embernek, az lényegében arról kell, hogy szóljon, hogy ha valamilyen hatása, negatív hatása van esetleg valami történetnek a fejemben, ami akár lehet előző élet, lehet egy szimbolikus történet, és bármi is legyen az, akkor attól valahogy külön kell választani az elmét. Külön kell választani a jelent a múltól ahhoz, hogy az ember a jelenben jól tudjon funkcionálni. Az elménk ugye az időben nagyon érdekes módon tud közlekedni, mert másképpen működik a tudatos és másképpen a tudatalatti elme ezen a téren. Minden esetre, amit fontos látni, hogy az ilyen előző élet élménynek az egyik fontos része az az, hogy felismerd, hogy az egy múltban történt esemény volt, ami most már nem a te jelenlegi életed, és meg kell mutatni a tudata, tudatos elmédnek és a tudatalatti elmédnek is, hogy te most már nem az a személy vagy, ezért ez most már egy másik történet. Ezzel választjuk külön a múltat a jelentől. Fontos az is, hogy le tudjál vonni következtetéseket a témáról. Le tudjál vonni olyan következtetéseket, amik, amik a mostani életed szempontjából segítenek téged. Tehát, hogyha látsz egy előző élet történetet egy meditatív állapotban, akkor ezt a kérdést érdemes feltenni magannak, hogy mit tanultam ebből? Mi az, ami most ez hasznos információ számomra arra nézve, hogy a mostani életemet hogyan tehetem jobbá? És ez is egy olyan tényező, amit egy ilyen meditatív állapotban mindig felteszünk, mindig fontos kérdési válik, hogy amikor véget ért egy ilyen mondjuk egy előző élet történet, akkor a halál után milyen következtetést volna az ember? Ez egy gyakori feltett kérdés egy ilyen jellegű vizsgálódásban. Milyen következtetést vonnál le, ami most mostani életedet jobbá teszi? Fontos, hogy ezek a felismerések ezek tovább lépéshez vezessenek, tehát ahelyett, ahelyett, hogy ez egy ilyen felismerés, hogy mondjuk tegyem, tegyük fel, én úgy gondolom, hogy volt egy előző életem, amiben ilyen és én életet éltem, ez egy tovább lépést jelentsen, és egy lezárást jelentsen ehhez a történethez. Ahhoz, hogy, hogy ez a történet ez ne ez működjön tovább a fejemben, hanem az a történet, amit éppen mostan életemben élek, itt a tovább lépés az egyik legfontosabb dolog. Ezeket a dolgokat, ezeket e, ilyen jellegű élményekre egyébként például a Lélekdoki is fel van készítve, a, ami a inversum.eu weboldalon érhető el. Hogy, mert hogyha a probléma megoldása kapcsán valami olyan információ jön ami nem ez életbelinek tudod azonosítani, akkor ennek is van olyan vezetett meditáció, ami ilyen témákon vezet, ilyen pontokon vezet végig, hogy minél jobban fel tudjad ezeket a helyzeteket dolgozni. És hogyha most már itt a, a vonjuk le akkor a következtetéseinket is, mert bár természetesen erről a témáról szerintem hónapokig lehetne beszélni hosszasan, és biztos vagyok abban is, hogy nagyon sokatoknak vannak tapasztalatai ezen a téren, saját tapasztalatai, és pont ezért érdekes az, hogy milyen konklúziót von le az ember abból, hogy, hogyha ilyen élményekkel találkozik. Amit nagyon fontos tehát tisztázni, hogy az előző élet, a reinkarnáció fogalma, az hit kérdése. Hogy te mit hiszel, hogy miben hiszel, hiszel -e abban, hogy ez létezik, hiszel -e abban, hogy nem? Jelenleg tudásunk nincsen arról, hogy van-e reinkarnáció, és arról sincs, hogy ne lenne reinkarnáció. Ebből kifolyólag, tulajdonképpen, ha szabad így mondanom, eldöntheted, hogy te miben hiszel. Eldöntheted, hogy te elfogadod-e ennek az elméletnek a létezését, és bele tudod-e illeszteni a saját életedbe, vagy éppen nem. Én azt gondolom, hogy ez, ez egy nagyon fontos tényező, mert innentől kezdve nem tud vita kérdése lenni két ember között az, hogy de van reinkarnáció, de nincs, de van. Egy dolgot tudsz mondani, én hiszek abban, hogy van reinkarnáció, vagy én nem hiszek abban, hogy van reinkarnáció. És innentől kezdve nincs konfliktus a két ember között, mind a kettő el tudja mondani azt, hogy miért hisz benne, vagy miért nem hisz benne, és lehet értelmesen beszélni. Itt szeretném megjegyezni például nagyon érdekesség, izgalmas érdekességkép, hogy például a feleségemmel a legjobban tudok erről a témáról beszélgetni úgy, hogy teljesen ellentétesek a nézőpontjaink ebben, és ő mást gondol a világ működéséről, mint én. És mégis vele tudok a legnormálisabban, értelmesebben beszélgetni, vitatkozni, ötletelni, gondolkozni ezekről a témákról. Éppen ezért fontos ezt tisztán látni, hogy az embernek hite van ebben a kérdésben, és nem tudása. Szintén fontos konklúzióként levonni azt a következtetést, hogy nagyon fontos az egyensúly a jelen és a múlt között. Akár jelen életről beszélünk, akár nagyobb távlatokról beszélünk, és tegyük fel, hogy létezik a reinkarnáció és előző életünkről is beszélünk, akkor is az a fontos, ami most történik veled. A jelenben élünk, a jelen pillanat van, és a múlt az egy olyan információ, amit fel tudunk használni ahhoz, hogy a jelent valamilyen módon jobbá tudjuk tenni. Viszont, hogyha az ember, és találkoztam sok olyan, aki nagyon mélyen belevonódott abba, hogy reinkarnációval foglalkozzon, és sokkal fontosabb dologként élte meg azt az előző életek történetének megismerését, mint a jelen életének történetének megismerését. Holott a jelen életében is ott van a családja, a párja, olyan események, amik fontosak, és mégis a figyelem valahol a távolba réved. És itt fontos megegyezni azt, hogy bárhol is, bármi is van, bármi is a valóság, vagy bármi is foglalkoztatja az elménket. A jelen pillanat, a jelen életünk az, amivel mindenképpen érdemes foglalkozni, ezért fontos, hogy nem lehet az előző élet története kibúvó vagy menekülés elől, hogy a jelen életemet meg, megoldjam. Azt gondolom, hogy nagyon sok ember pont azért nem hisz a, a, a reinkarnáció, reinkarnáció létezésében, mert sok olyan embervel találkoztak, akik magyarázatként használták fel korábbi életükben megért sérelmeiket, és egyfajta kibúvóként felhasználták ezeket a különböző viselkedésükre. Ezek nem lehetnek magyarázatok. Ezek, ezek, segítségek lehetnek arra, hogy a jelen életemben a problémáimat meg tudjam oldani. Legalábbis én abszolút így gondolkozom. És azt gondolom, hogy ha van ennek a témának közel a jelen életünkhöz, és van -e fontos ezzel foglalkoznunk, akkor egy ilyen szemszöget érdemes megkeresni, hogy úgy foglalkozz az előző élet történetekkel, amit te annak gondolsz, hogy hogyan tudod ezáltal ennek segítségével a jelen életedben nyugodtabb, boldogabb, felszabadultabb életet élni. És ez a szempont az, ami igazából fontos. És ami szintén egy nagyon fontos kérdés, és szerintem érdemes feltenni magadnak, nekem, nekem ez volt az egyik, mondjuk úgy, hogy aduász kérdésem sokszor, amikor ilyen témával foglalkoztam kliensekkel, és magamnak is annak idején feltettem ezt, hogy hogyan változik meg az életed attól, hogyha te elfogadod ennek a létezését, hogyha elhiszed. Mert hogyha te ettől egy nyugodtabb ember leszel, aki mondjuk kevésbé fél a haláltól, jobban el tudja fogadni másoknak a hibáit, jobban tudsz figyelni a társaidra, a szeretteidre, a barátaidra, a családodra, stb., akkor akkor azt gondolom, hogy higgyél nyugodtan abban, hogy van reinkarnáció, mert valószínűleg így vagy úgy ezt csak akkor fogjuk megtudni, amikor az életünk véget ér. Addig, amíg ez így van, addig legalábbis a jelen technikai tudásunk mellett egyelőre nem nagyon látok arra esélyt, hogy ez minden kétséget kizárólag bizonyítható legyen. Ezért azt gondolom, hogy az, hogy te miben hiszel, azt te eldöntheted. És hogyha te ettől, hogyha ezt a hitet mondjuk úgy választod, Ettől jobb emberré válsz, ettől jobb lesz neked és a környezetednek, akkor nyugodtan hihetsz benne. Ha a reinkarnáció elterel attól, ami, ami a lényeg, a jelen életed, akkor viszont érdemes ezt mérlegelni, hogy kellene-e ezzel foglalkoznod. Ez az, amire mondtam, hogy nem lehet kibúvó, nem lehet menekülés. Minden esetre tedd fel magadnak a kérdést. Tegyük fel, hogy létezik a reinkarnáció. Ha Ma felteszem, hogy létezik a reinkarnáció. Hogyan változik meg ettől az életem holnap? Ha úgy látod, hogy jobb lesz az életed, akkor hajrá. Mert a lezárásképp azt gondolom, hogy egy fontos gondolatot mindenképp el kell, hogy mondjak, hogy bármit is hiszel, bármi is a valóság. Most ezt az életed, életed ezt az életedet éled, és ebbe érdemes energiát fektetni. Ezek az információk a reinkarnációról, az elme működéséről, a spiritualitásról, az univerzum működéséről, a világ létrejöttéről, vagy akár Isten létéről, ezek azok az információk kellenek, hogy legyenek, amik valamilyen módon támogatnak téged abban, hogy jobban éld az életedet, a jelen életedet. Figyelj arra, hogy a mostani életedet éled, mert ez lenne az egésznek a lényege. És azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, amit igazán következtetésként le kell, hogy vonjunk. És bár tudom, hogy nagyon sokáig lehetne még ezt a témát kivesézni, átbeszélni, élményeket átbeszélni, de mégis azt gondolom, hogy, hogy legyenek, legyen idő a kérdésekre. Megnézem, hogy milyen kérdések jöttek, és akkor ezekre elkezdek válaszolni. Kérdés: hogyha nem az előző életre vagyok kíváncsi, hanem a köztes létre, mielőtt újjászületek, Ilyen hipnozist is csináltál-e már, válaszol -e esetleg, ha igen. Akkor nézzük a kérdést, a egy, egy olyan szekcióját, ami, a, amire igazán érdemben tudok válaszolni. Tehát egyrészt lehet ilyen élményt tapasztalni, volt nagyon sok olyan kliensem, aki ezt ilyen élményt élt át, ez nem mindig azon múlik, hogy az ember csinál-e ilyenfajta hipnózist, vagy nem. Az ilyen jellegű élmények általában inkább arról szólnak, hogy az ilyen, ilyen, választ kapjon az ember az elméjében ezekre a kérdésekre, az, hogy mondjuk, hogy mennyire van erre felkészülve, én így legalábbis így tapasztaltam. Én jelenleg most az inverzummal vagyok teljesen elfoglalva, úgyhogy jelenleg én nem fogadok klienseket. De, hogyha rámérsz, akkor tudok ajánlani esetleg olyan, olyan kollégát, aki ezt tudsz, addig is fordulni, amíg én személyesen nem tudnám ezt vállalni. Egyébként, igen, vállaltam ilyen munkákat, voltak ilyen tapasztalataim, és ezek azok a tényezők, amik egyébként nagyon meghatározó élmények tudnak lenni nekem is szakmailag, mert egy nagyon izgalmas dolog egy olyan témával foglalkozni, aminek a bizonyosságáról egyáltalán nem tudok vagy a, a valóság tartalmáról egyáltalán nem tudok megbizonyosodni, és, és ezek az élmények, ezek általában ö, befolyásolva vannak azáltal is, hogy az embernek milyen hite van. De, de, visszadobom a labdát, és tennék fel neked én is egy kérdést, hát ha úgy egyszerűbb a választ megkapnod. Tedd fel magadnak a kérdés, hogy milyen, mi az, amire vársz Azáltal, hogy mondjuk egy ilyen információt megkapsz. Miért fontos neked tudnod azt, hogy mi zajlik a két élet között? Mi az, amihez hozzátesz? Ezt természetesen most nem kell kommentként megválaszolnod, csak gondolkodj el rajta, mert nagyon sok esetben, amellett, hogy persze ez egy nagyon izgalmas és nagyon érdekes téma, és nagyon kíváncsiba teszi az embert, ezek azok a kérdések, amire választ kell adnunk a tudatalatti elménknek. Legalábbis nekem ez volt a tapasztalatom ahhoz, hogy teljes nyitottsággal lehessen egy ilyen kérdésekhez hozzáállni, mert ez nem csak technika kérdése, ez nem csak szakember kérdése, ez pillanatnyi lelki állapot kérdése is, ez pillanatnyi helyzet kérdése is. És nem mindenki van abban a helyzetben, vagy abban a pillanatban, abban az állapotban, hogy teljes nyitottsággal tudjon egy ilyen kérdéshez hozzáállni. Ha pedig elvárásaink vannak ilyenben, akkor azok befolyásolni fogják a végeredményt és a tapasztalatokat, és továbbra is fennmarad a dilemma, hogy vajon ez igaz volt-e vagy sem. Volt-e már olyan tapasztalata, hogy valakit egyáltalán nem lehetett hipnotizálni? Természetesen van arra is példa, hogy valakit egyáltalán nem lehetett hipnotizálni, de hozzáteszem, hogy egy adott pillanatban, abban az állapotban, abban a helyzetben, amiben az illető volt. Maga a hipnózis állapota, ez egy sokkal természetesebb állapot, és sokkal általánosabb állapot, mint ahogy ezt egyébként sok esetben tudományosan is vizsgálni szokták, ugyanis, hogy ö, neked is biztos van olyan pillanatod, amikor mondjuk ö, megnézel egy, egy romantikus filmet, és végigzokogod, mert éppen olyan dolgokat érintett meg benned abban az életszakaszodban, amiben vagy, és lehet, hogy pár évvel később megnézed azt a filmet, és fogod a fejed, hogy úristen, hogy tetszhetett nekem ez a film. Ugyanígy az embernek vannak időszakai az életében, amikor nyitottabb információkra és valamikor zártabb. Az esetek nagy többségében, amikor nekem valamilyen akadályba ütköztem, annak általában oka volt. Az okok legtöbbször az ilyenek tudtak lenni, hogy az illető valójában nem akart eljönni hipnózisra, hanem valaki küldte, valaki tulajdonképpen arra kérte, hogy csináljon már valamit magával, de ő valójában nem akart valami magával kezdeni valamit. Az is előfordulhat, hogy például nem vagyok szimpatikus az illetőnek, aki eljön hozzám, hogyha nincsen meg a, ha szabad így fogalmaznom, a kémia, nincsen meg az a fajta bizalom, szakmai szóval raport, ami, amire támaszkodhat az illető, akkor nem én vagyok a megfelelő személy arra, hogy az illetőt hipnotizáljam. És így tovább. Van egy csomó olyan apró szakmai ö, tényező, amiket meg kell vizsgálni annak érdekében, hogy valakit lehessen hipnotizálni, és az esetek nagy többségében ez arról szól, hogy lezajlik egy beszélgetés a között, aki az alany, és a között, aki, aki hipnotizálni fog, hogy ebben a beszélgetésben ki tud-e alakulni az a, fajta, az a fajta hangulat, az a fajta levegője az egésznek, ami lehetővé teszi azt, hogy az illető hipnozisba menjen. Egyébként akarata ellenére senkit nem lehet hipnotizálni, ez az egyik legfontosabb dolog. Mennyire nehéz eljutni arra a pontra, ami előző életet mutat? Kell hozzá mindenképp valaki, aki vezet, illetve csak konkrét kérdés kapcsán lehet-e megnézni, vagy általánosságban is? Ez megint csak egy nehezen megválaszolható kérdés egyértelműen, mert különbözőek vagyunk. Ahogy mondtam, az előadásban is volt olyan, öh, találkoztam olyan emberrel, aki spontán módon élt meg előző életélményt álmában álmodott, azt abszolút annak tudta be, hogy ez valami előző élet tapasztalat volt. Tehát nem feltétlenül nehéz eljutni erre a pontra. Attól is függ, hogy milyen a hitvilágod. Hogyha abszolút nyitott vagy erre a kérdésre, akkor valószínűleg könnyebben engeded meg a tudatalatti elmédnek, hogy olyan információkat is előadjon, amiket egyébként tudatosan más ember lehet, hogy kizárna. Tehát nem feltétlen, nem feltétlen csak erről szól a tényező. Az, hogy csak ilyen kíváncsiskodás kép, mondjuk úgy lehet-e előző életet feltárni, lehet, csak minden inkább van oka annak, hogy az információt előhívt, annál inkább fogod hitelesnek tapasztalni az elővő információt, Minél inkább csak nézelődni a moziznál egyet, most ilyen kicsit furán fogalmazva, annál inkább csapongásra is teret engedsz a tudatalatti elmédnek. Képzeld el, hogy mondjuk van egy ilyen széles folyó, ami rengeteg információ van benne. Egy kérdés az azt tudja csinálni ezzel a széles folyóval, hogy leszűkíti egészen keskenyre, és csak az jön át, ami a témában érdekes lehet neked, amiben érdekelt vagy. A csapongó tudatalatti elme, tehát ugyanúgy, ahogy képzelődünk is, lehet, hogy a képzelgésünknek is egy jelentős százaléka esetleg előző életbeli élményből táplálkozik, nem tudhatom, minden esetre ez lenne a lényege annak, hogy célos, célja legyen a kérdésnek. Nézzük akkor a következő kérdést. Mennyire? Igen. A következő életbe is bele lehet -e pillantani? Nagyon jó a kérdés. Ugye, ha már előző életekről beszélünk, akkor itt is van egy ilyen nagyon érdekes felvetés, hogy Honnan veszük egyébként azt, hogy ez egy lineárisan történő idővonalon történik, tehát hogy honnan veszük azt, hogy nekem csak előző életeim voltak, és nem lehetséges e az, hogy előttem is vannak már életek, és amit most élek, az tulajdonképpen mint egy párhuzamos dimenzió egy másik idősíkon történik. És ez is egy fel, nagyon jogos kérdés, hogy az ember nagyon nehezen tud kilépni abból a gondolkodás, keretből, amiben egyébként van, tehát a saját fizikai világunk korlátaiból, a tér, az idő összefüggéseiből, amit, amit megélünk, amit jelenleg is ismerünk. De tulajdonképpen, ha már elrugaszkodunk a talajtól, akkor miért elrugaszkodhatnánk el annyira akár, hogy egészen távoli elrugaszkodásba is például lehet -e, hogy vannak előttem lévő életek, amiket mondjuk úgy furán fogalmazva, vagy már megéltem, ezért abba is be lehetne pillantani. Nem tudom a választ a kérdésedre őszintén, mert erre sincs egyértelmű válasz. És valószínűleg, hogyha mondjuk egy előző, tehát egy életélményt, jövőbeli életélményt keresnénk, mondjuk hipnózisban, akkor előjönnének képek, mert szeretne kiszolgálni a tudatalatti elme, és ez ugyanannyira tűnhet képzelgésnek, mint akár az, ami mondjuk egy előző életélményként tapasztalja meg az ember. Nekem, ami egyébként a hitelességet megszokta adni, azok általában az érzelmek, de az érzelmek területén is azért vannak átfedések, lehet azért befolyásoló, befolyásoló tényező az, hogy milyen dolgok fesznek éppen jelenleg körül. Ezért a nehézség egy ilyen kérdésben az, hogy ha látnál is ilyen jövőbeli, jövőbeli másik életedet, akkor sem Tudnád valószínűleg a tudatos elménydel azt valóságként elfogadni, mert annyira is az, hogy a jövőbe lássunk e, ilyen módon. Kérdés, az elme azonos-e a tudattal? Ha igen, akkor hogyan létezhet -e tudat alatti vagy tudattalan elme? Nagyon jók a kérdések. Ezek olyan fogalmak, amik, amiken valószínűleg naphosszat lehetne szakmai vitákat folytatni, hogy mit minek nevezünk és miért. Én azt gondolom, hogy ebben vannak azért vastagon átfedések a szakirodalomban is. Ha, ha, amennyiben azt, hogy ö, pszichológusok, ö, vagy elmével foglalkozó, bármilyen szakterületen dolgozó emberek ezekről a dolgokról próbálnak úgy kommunikálni egymás között is, hogy ezek teljesen egyértelműen besorolhatóak legyenek, ö, az, Mégis azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket a fogalmakat, ezeket mi gyártjuk, ezeket mi gondoljuk ki. Tehát én azt gondolom, hogy a, az elme, ez elmét például sokan a lélekkel említik egy, egy lapon. Valószínűleg, hogyha ezt, ezt merném állítani, akkor nagyon sokan mondanák azt, hogy ez teljes hülyeség, és ez egy teljesen más dolog. De ezek, ezek olyan fogalmak, amiket nekünk kell valahogyan helyre tennünk. Én azt gondolom, hogy a, a, a tudatunk, egy picit más az én fogalomtáromban, mint az elménk, mert a tudat az egy kicsit inkább arra vonatkozik, hogy a jelenlegi én ennek a felfogása. Én ezt nevezem inkább tudatnak, amíg az elme, ez ennél egy tágabb fogalom, de az elmém belülinek gondolnám a tudatot. Én az elmét egy kicsit azért gondolom tágabbnak, mert az az én akár a, a gondolataim végtelen síkságán is elkalandozhat, és nincsen térben korlátozva, amíg a tudatot jobban inkább azzal tudom beazonosítani, hogy mi az, mi az önmagamról kialakult, az én világomról kialakult elképzelésem, én valahogy így tudnám megfogalmazni. Aztán biztosan lennének olyanok, akik ezzel vitatkoznának. Nézzük, hogy van-e még kérdés? Biztosan lesznek még kérdések, és vannak is, látom, a kommentekben is olyan hosszabb kommentek, amiket majd még azért természetesen át fogok olvasni az előadás után is. Minden esetre nagyjából eljutottunk arra a pontra, hogy már tovább lépjünk. Én azt gondolom, hogy nagyon izgalmas volt a mai este, már csak nekem is beszélni ezekről a dolgokról. Fogunk is még ilyen témákról beszélgetni, hogyha vannak kérdéseid, nyugodtan megtaláltuk minket a különböző social media felületeken, Facebook, Instagram, még a TikTokon is, és a YouTube is ezek között van. Az adás is fel fog kerülni a YouTube csatornánkra is, ezért itt mindenképpen meg, fog, meg fogod tudni ezt nézni, hogyha esetleg lemaradtál volna később. Ha e-mailt szeretnél írni, akkor nyugodtan az infokukacinverzum.eu címre írhatod nekünk az e-mailt, és ennek megfelelően ezt bármikor igyekszünk 24 órán belül megválaszolni. Természetesen, ha vannak olyan kérdések, filozófikus kérdések, azokra egy picit lehet, hogy több idő kell, de igyekszem én is majd ezeket a kérdéseket megválaszolni. Mindenesetre én azt szeretném még mondani, hogy ha javasolhatom, sőt, akár ha kérhetem, az, arra bíztatlak téged, hogy ha ilyen témák érdekelnek, akkor kezdjél el meditálni, Használj relaxációkat, meditációkat, amik neked szimpatikusak. Nagyon örülök, hogyha esetleg letöltöd a Napi Relax mobil mert azért készítettük, hogy ezzel minél könnyebbé tudjátok tenni az életeteket. Ez a két kis QR kód, amit most a képernyőn látsz, hogyha a telefonodat rákeresel, akkor megtalálod az applikációt, az előfizetésekhez ingyenes próbaidőszakot adunk, tehát ki tudod próbálni az applikációt mielőtt még bármit is fizetnél érte. Ezért én azt javaslom, hogy ha el szeretnél indulni egy ilyen, irányba, hogy az előző életeidet is megismerd, akkor kezdjél el rendszeresen meditálni, mert az az egyik legfontosabb első lépés ebben, ebben segíteni fog téged az Inverzum Napi Relax mobil applikáció. Szeretném megköszönni a figyelmeteket, köszönöm, hogy itt voltatok, és nyitottan végighallgattátok ezt az igazán érdekes és izgalmas témát, még úgy is, hogy nem tudjuk a választ, nem kaptuk meg, hogy vajon létezik-e a reinkarnáció, vagy sem, de bízom benne, hogy azzal a feltételezéssel és hittel fogod tovább folytatni az életed, ami a te életedet is jobbá teszi. Köszönöm szépen, szép estét!